A megyei tanácselnök és a területi RMDS elnök szerint még nem végleges a Gyergyószentmiklósi polgármester jelölés és a napokban ismertetett tanácsos lista. Gyerekek körében népszerűsítik a tudatos hulladékkezelést a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt kapcsán. Egy-egy napos intenzív képzéseket tartanak a gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztésnél, elsősorban gazdák jelentkezését várják. Köszöntöm nézőinket, a címek után már is jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! A napokban a Gyergyószentmiklósi RMDS közzétette azt a listát, amelyen Bajkó László polgármester jelöltként, 24-en pedig tanácsos jelöltként szerepelnek. A megyei tanácselnök és a területi RMDS elnök szerint még nem végleges ez a névsor. A kérdésben a végső szó szövetségi állandó tanácsi, ők hozzák meg a végső döntést. Megtörténhet, hogy változás nélkül jóvá hagyják a helyi RMDS javaslatát, de az is, hogy módosítások lesznek az ismertetett listákon. Borbolyt Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, és Bende Sándor, a Gyergyó területi RMDS elnöke kötetlen beszélgetés keretében ismertette álláspontját a júniusi helyhatósági választások és több más aktuális téma kapcsán. Mindketten hangsúlyozták, hogy véget kell érjen a késdobálás, a bosszúállás, a jelentgetések időszaka. Helyette békére, egyensúlyra van szükség ahhoz, hogy Gyergyószentmiklós is fejlődni tudjon. Békére és nyugalomra van szükség, mert ahol háború van, és állandó háború, mint ami itt volt az elmúlt 8 évben, függetlenül ki volt többségben, kisebbségben, függetlenül kinek volt egyel több szavata is, akkor hamar kinyírta, szabályosan kinyírta a másik felet, erre ennek a városnak nincs szüksége. Gyergyószentmiklós lemaradt nagyon sok uniós pályázati pénzről. Gyergyószentmiklós nagyon sok olyan lehetőségről maradt le, amelyet esetleg más városok, ahol békés munka volt, és nem volt ellentét, függetlenül ki milyen pártok színébe jutott be a politikai szerint, azt meg tudta valósítani. Azt látom én, hogy az elkövetkező 4 évben egy kicsit a, hát úgymond a veszekedő, acsarkodó politikusok nélkül kellene elképzelni ezt a várost. És én azt tudom mondani, hogy ne szavazzanak olyanra, vagy ne szavazzanak olyanokra, és itt a politikai szervezeteknek van elsősorban a felelőssége, hogy az egymásban ellenséget kereső, egymást ellenségként látó jelölteket ne tegye fel se az RMDS, se a polgári párt a listájára. Én azt szeretném, hogy a Gyergyószentmiklóson kialakulna egy egyensúly, ahol ne arról szóljon, és a perek éveken át ne arról tartsanak, hogy egy szavazattal több volt, vagy kevesebb, és az hogy lett volna, mert ebből a város csak hátra marad, lemarad, és még több fiatal el fog menni. Elhangzott, hogy a napokban a Gyergyószentmiklósi RMDS által nyilvánosságra hozott lista nem végleges, várhatóan legkésőbb jövő hét közepéig dönt a kérdésben az illetékes szövetségi állandó tanács. Tehát az RMDS alapszabályzata, illetve a szövetségi küldöttek tanácsának határozata, ami az előválasztásokat illeti, az elmondja, hogy a megyei jogú városok esetében a polgármester jelölt, miután megszületik, ugye, tehát eldöntődik helyszinten, hogy ki a polgármester jelölt, a területi szervezet javaslatára a szövetségi állandó tanács dönt, elfogadja vagy nem fogadja el az illető személynek a jelölését. Ez még hátra van. Nem akarom azt sem mondani, hogy elfogadják, vagy nem fogadják el. Az ő kezükben van ez a döntés. Ami a helyi önkormányzati listát, a rangsort illeti, azzal a történet egy kicsit egyszerűbb, ugyanis miután megvan a rangsorolás, a területi állandó tanácsnak kell jóváhagynia ezt a listát. Amennyiben a területi állandó tanács is jóváhagyta, akkor onnan tovább a hivatalos út fele veszi az útját a lista is, illetve a szárt döntés után a polgármester jelölt is. Hangsúlyozták, az egyensúlyt erős többségi RMDS-es csapattal és alpolgármesterrel lehetne megteremteni, és elmondták, Kelemen Hunor RMDS elnök is azt hangoztatja, ezúttal követni kell a választók akaratát. Megyei tanács elnökként, hogy legyen egy csapat, egy partner. És nagyon jó lenne az, hogyha
egy olyan polgármestere rendelnek a városnak, aki békében a több tábor között egyensúlyt tud tartani, nem akarja legyőzni egyiket sem, illetve nagyon szeretném azt, hogy legyen egy többségi RMDSZ-es tanács, amely valamilyen szempontból ezt tudná egyensúlyban tartani. Úgyhogy hát a Gyergyószent Miklósiakon múlik, hogy bölcsen fognak-e dönteni, de előtt a felelőssége a politikai szervezeteknek van, hogy képesek leszünk-e úgymond kinyomni a sorainkból azokat, akik vissza akarnak ütni. Most nem arra van szükség, aki vissza akar ütni, most azokra van szükség, akik kezet akarnak nyújtani és együtt akarnak dolgozni. Kiemelték, ahhoz, hogy pénzt lehessen hozni a városba, politikai nyugalomra van szükség, és véget kell vetni a hadi állapotoknak, mert a sok éves cirkusz nem vezetett jóra. Gyergyószent Miklós legnagyobb hiányossága, hogy elveszítette a vezetőmotor szerepét a medencében. Bende Sándor hangsúlyozta, hogy több gyergyói településen álló vagy mozgóurnás előválasztást vagy jelölőgyűlést tartottak, amit ő pozitívan értékel. Ezt Gyergyószent Miklóson nem tették meg. Volt olyan település, ahol bevállalták az állóurnás, illetve mozgóurnás előválasztást, és én ezt egy nagyon jó ötletnek találtam. Kiváló eredményt ért el már, ami a mozgósítást illeti Csomafalva, ott ugyanis 1600-an, közel 1600-an adták le szavazatukat állóurnás előválasztással, ami egy nagyon-nagyon szép szám. Azt jelenti, hogy ott az embereket tényleg érdekli a községnek a sorsa, de ugyanígy a faluban is megejtődött a mozgóurnás előválasztás, illetve Szárhegyen állóurnás előválasztás volt, ahol az emberek kifejtették az opciójukat, és így kialakult egy rangsor. A többi településeken nagyrészt a küldöttgyűlést, illetve közgyűlést választották, és ezek a gyűlések rangsorolták a jelölteket. A Gyergyószent Miklósi jelöltek kérdésében tehát a végső döntést a napokban a Szövetségi Állandó Tanács hozza majd meg. A testület akár jóvá is hagyhatja a korábban ismertetett listát. Megtörténhet az is, hogy egy szabályoknak megfelelően kiválasztott polgármesterjelöltet állítanak, de az is, hogy végül nem indít polgármesterjelöltet az RMDSZ Gyergyószent Miklóson, hangoztatta Borbóly Csaba és Bende Sándor. Hétköznapokon 10 és 16 óra között működik a helyi választási iroda Gyergyószent Miklóson a Kárpátok utca egy szám alatt. Bármely a választásokhoz kapcsolódó kérdéssel lehet hozzájuk fordulni. A helyi választási iroda fogadja majd a jelöltek dokumentációit. Itt iktatják, bírálják el azokat, majd határozatba foglalják, hogy hivatalosan kik a Gyergyószent Miklósi jelöltek, akik eleget tettek a törvény által előírt kritériumoknak. A jelölési dokumentáció benyújtásának határideje április 26-a. A jelenlegi statisztikák szerint 16.662 lakos rendelkezik szavazati joggal, közülük 59 uniós állampolgár. Ez az adat június 5-ig változik, mivel a lakossági nyilvántartó és az anyakönyvi helyzet változásait aktualizálják benne. Bekerülnek például azok, akik az elkövetkező hetekben töltik be a 18. életévüket. Az előírások értelmében az a személy is szavazati joggal rendelkezik, aki a választások napján tölti be a kötelező életkort. Gyerekek körében népszerűsítik a tudatos hulladékkezelést, a szelektív szemétgyűjtést a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt keretében. 28 Hargita megyei általános és középiskolát vontak be a kampányba, a 19. állomás Gyergyószent Miklós volt, ahol tegnap délután a város több iskolájából is voltak jelenlévők. A tudnivalókat népszerű előadó Bagosi Norbert a Bagosi Brothers Company zenekar tagjának jelenlétében és közreműködésével ismertették. Hargita megyei általános és középiskola bevonásával zajlik az a tájékoztató előadás sorozat, melynek célja olyan fogalmak tudatosítása a diákok körében, mint környezetvédelem, korlátozott környezeti erőforrások, szelektív hulladékgazdálkodás és komposztálás.
A Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási rendszere című projekt keretében szervezett rendezvénysorozat 19. állomása Gyergyószent Miklós volt, ahol minden iskolát megszólítottak, és meglehetősen sok résztvevője volt az előadásnak. A találkozó helyszínéül a művelődési központ szolgált, ahol Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke arról beszélt, hogy nem elég az, hogy szeméttelepeket zárjanak be, szelektív hulladékgyűjtő pontokat hozzanak létre, és hogy megépítsék a remetei végleges hulladéklerakót, hanem a tudatosításra is hangsúlyt kell fektetni, melyet a legcélszerűbb a gyerekek körében elkezdeni. Ez arról szólt, hogy össze kellett tolni a sok szemetet kisebb területre, utána le kellett szigetelni. Teljes mértékben a gyerekek nyelvén beszélt az Európai Unió által támogatott programról. Gyergyószent Miklóson is fontosnak tartottuk bemutatni a fiataloknak azt, hogy miként kell hulladékgazdálkodásba észszerűen gondolkozni, és azt hiszem, hogy tanulságos, mindazok mellett, hogy szakemberek állították össze ezt a programot, és Bagosi Norbert, aki Gyergyószent Miklósi, mutatja be azt, hogy mi a hulladéknak az útja, úgymond itt megyénkben. Nagyon fontos, hiszen azok a fiatalok, akik itt jelen vannak, az ők jövőjükről van szó, és kell tudják azt, hogy nem minden szemét egy gödörbe köt ki, hanem van annak egy másik útja is, egy észszerű hulladékgazdálkodási része is, és örvendek, hogy Gyergyószent Miklósnak is volt nyernivaló ebből a projektből, hiszen tudjuk, hogy itt a lerakót bezártuk Gyergyószent Miklóson, illetve egy önkéntes hulladékgyűjtő udvart is építettünk. A környezettudatosságról szóló előadást a diákok körében nagy népszerűségnek örvendő neves személyiség tartotta, azaz Bagosi Norbert, a Bagosi Brothers Company együttes énekese. Arra vagyok felkérve ezen a projekten belül, hogy népszerűsítsem, amennyire tudom, a fiatalok körében a szelektív hulladékgyűjtést, a környezetbarát életmódot, és mindenféle olyan dolgot, ami elősegíti abban őket, hogy egy jobb jövőben tudjanak majd élni. Szerintem nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, a zöldövezetekre is, hogy megfelelően újrahasznosítsuk a hulladékot, amennyiben lehet. Ugye ez nyugaton már nagyon bejött, és nagyon működik, nálunk még nem is, nagyon le vagyunk maradva, szeretném, ha ez változna a jövőben. Az előadást követően két dalt is előadott Bagosi Norbert a diákok legnagyobb örömére. Van egy ház, szép tető, tágos fény, zöldmező. Ha képzeled, mi benned nő, az én világom. Van egy ház, szép tető, tágos tér, zöldmező. Az előadás sorozat részeként egy vetélkedőre hívta meg a diákokat az énekes, majd dedikálta a fiatalok pólóit, kalapjait. Első fázisban a diákoknak minél több műanyagpalackot kell gyűjteniük, ezt követően az általános és középiskolák közül kiválasztják azt az egy-egy intézményt, amelynek diákjai a legtöbb palackot gyűjtötték össze. A verseny második fordulójában a nyertes két iskola osztályai hangszer témájú maketteket készítenek a szelektíven gyűjtött hulladékok felhasználásával. Ezeket a maketteket a Csíkszeredai megyeháza előterében állítják ki. Az alkotások közül egy szakmai zsűri kiválasztja a legtökéletesebb művet, egyet az általános iskolák és egyet a középiskolák osztályaiból. A két győztes osztály nyereménye egy látogatás lesz a Gyergyóremetén zajló munkálatok helyszínére. Április 18-ától két hétig véleményezhető az 54-es dűlőparcellázási terve. Ez a dűlő a megyes sóvető részt foglalja magába. A dokumentáció, amely a parcellák elhelyezkedését, adatait és a tulajdonosok nevét egyaránt tartalmazza, megtekinthető a Városháza ügyfélfogadójában hétköznapokon 8 óra 30 perc és 15 óra között, szerdánként pedig 18 óra 30-ig. Amennyiben valaki azt tapasztalja, hogy a saját parcellájához kapcsolódó adatok eltérnek az általa ismert tényektől, kérik írásban nyújtson be módosítási kérelmet a Városháza iktatójába, hogy ezt követően a kataszteri iroda illetékesei személyes egyeztetésre hívhassák a kérdés tisztázására. A dohányzást korlátozó törvényt köszöntötték villámcsődülettel tegnap délután Marosvásárhelyen a Prokárdia Alapítvány és a Mogye diákjai. A szervezők az április 18-a és 22-e között megszervezendő dohányfüstmentes orvosi egyetem hete nyitórendezvényének tekintették a villámcsődületet. A rendezvényen közel 100-an vettek részt. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előtti téren zajló villámcsődület során a Mogye diákjai egy szál cigarettát mintáztak, melyet egy piros szalaggal húztak át, jelképesen szemléltetve a dohányzás tilos.
Ezt követően a résztvevők szív alakzatban álltak fel, és megkezdték az egészséges szív dobogását bemutató gyakorlatot egy dohányfüstmentes Marosvásárhelyért. A villámcsődületnek több célja is volt. Ennek a villámcsődületnek az elsődleges célja az volt, hogy a város felé intézzük egy üzenetet, mármint az Orvosi Egyetem hallgatói, orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók, gyógyszerész hallgatók, nővérképző főiskola hallgatói, hogy igenis megértették az ezelőtt egy hónappal életbe lépett dohányzást tiltó törvényt, mármint a passzív dohányzást kiszorító törvényt. A villámcsődület célja volt az is, hogy felhívják Marosvásárhely lakosságának, különösen a fiataloknak a figyelmét a dohányzás káros hatásaira. Ezzel a rendezvénnyel egyben jelezték azt is, hogy elindítják a dohányfüstmentes Marosvásárhelyért mozgalmat. A tegnapi villámcsődületen közel 100 diák vett részt. Szerintük is fontos a lakosság megfelelő tájékoztatása. A népet azt informáljuk a dohányzásról, a káros tényezőkről, illetve hogy a törvényt azt erősítsük az embereknek, a fejükbe erősítsük ezt, hogy be kell tartani, és ez csak a javukra fog válni. A villámcsődületet a szervező Prokardia Alapítvány, valamint a Mogya diákjai az április 18-a és 22-e között megszervezendő Dohányfüstmentes Orvosi Egyetem hete nyitó rendezvényének tekintették. Az Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet végzett hallgatók április 23-áig jelentkezhetnek a tavaszi rezidens vizsgára, amelyet az országban egyetlen helyszínen, Marosvásárhelyen szerveznek meg. A POT rezidens vizsgán összesen 146 helyre és 74 posztra pályázhatnak a fiatalok, köztük több Maros-Hargita és Kovászna megyei településen található kórházba is keresnek szakembereket. Marosvásárhelyre 37 pályakezdő orvost várnak. A rezidens vizsgát május 22-én fogják megtartani. A vizsgázók az eredmények alapján kialakuló sorrendnek megfelelően választhatnak maguknak helyet a meghirdetett posztok és helyek közül. Április 22-25-e között a Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztés egynapos képzéseket szervez Gyergyószentmiklóson. Ezúttal a fejőgép tisztítás és kezelés, kezdő sajtkészítés, istálló és állathigiénia, takarmányozás iránt érdeklődőket várják. Időről időre különféle képzéseket tartanak a Gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztési ágazatának Varga Katalin utcai székhelyén. Ezúttal főként az állattartó gazdákat szólítják meg, hiszen egynapos intenzív fejőgép tisztítás és kezelés, kezdő sajtkészítés, istálló és állathigiénia, valamint takarmányozás képzést tartanak. A kurzus különlegessége az, hogy Svájcból olyan szakembereket hívtunk el, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ezekben a szakmákban. Tehát arra szeretnénk buzdítani a gazdákat, illetve gazdálkodni vágyókat, illetve a sajtkészítésbe gondolkodókat, hogy mindenképp jelentkezzenek, jöjjenek el erre a kurzusra, hisz több évtizedes tapasztalat ott fognak úgymond átadni ezek a szakemberek itt az egynapos kurzusok keretén belül. A svájci Köbi Sturzenegger, illetve Konrad Schutter lesznek a tanfolyamok előadói, és főleg a gyakorlati képzésre fektetik majd a hangsúlyt. Nagyjából reggel 8 és 10 órától fognak kezdődni a kurzusok, és 16-18 óráig naponta. Tehát ezt úgy próbáltuk beállítani, hogy mivel a szakemberek több mint 1000 kilométert utaznak ide Gyergyószentmiklósra, ezért próbáljuk egy napba belesűríteni, úgyhogy lényegében reggeltől kora délutánig fognak tartani ezek a képzések. Ki szeretném emelni azt, hogy nagyon erőteljes gyakorlati képzésekről fogunk itt beszélni, tehát nem elmélet, hanem gyakorlatban itt a Caritas vidékfejlesztés udvarán tudnak majd a jelentkezők részesülni. A képzésekre a helyek száma korlátozott, legtöbb 15 résztvevőt tudnak fogadni, és már most vannak jelentkezők a tanfolyamokra. Érdeklődni és jelentkezni a képernyőn látható elérhetőségek bármelyikén lehet, április 20-án, jövő héten szerdáig. A nonformális képzések díjkötelesek.
Aláírták azt a miniszteri rendeletet, amely jóváhagyja a magyar nyelven tanuló negyedik osztályosok speciális román nyelv és irodalom tankönyvét. Király András oktatási államtitkár szerint nagy segítség, hogy ősztől már használható az új tankönyv, hiszen a következő tanévtől lép életbe a negyedik osztályosokat is érintő új tanterv, amelynek alapján a kisebbségi nyelveken tanuló diákok új módszertani követelményeknek megfelelően tanulják majd a román nyelvet. Az RMDSZ-es politikus kiemelte, a specifikus oktatásnak köszönhetően a magyar anyanyelvű diákok ezentúl alaposabban elsajátíthatják az állam nyelvét, és nagyobb biztonságérzettel kommunikálhatnak román nyelven. Planetárium csillagvizsgáló és egy kis könyvtár is helyet kapna a Csereháti csillagvizsgáló most még romos épületében, melyet a városi könyvtár szeretne ügykezelésébe venni az önkormányzattól. Szőcs Endre, a székelyudvarhelyi könyvtár igazgatója úgy véli, egy tudomány népszerűsítő, tartalmas szórakozást nyújtó hely születne, mely turista csalogatónak sem lenne utolsó, és végre a csillagvizsgáló épülete eredeti küldetését is betölthetné. Az épület neve is mutatja, csillagvizsgálás céljából épült még a 90-es évek elején a Csereháton az az épület, amelyben aztán valamilyen oknál fogva soha semmi nem történt. A 75 négyzetméter alapterülettel és 20 telekkel rendelkező, az udvarhelyiek által egyszerűen csak csillagvizsgálónak nevezett ingatlan azóta is funkció nélkül áll a város egyik legmagasabb pontján, s bár az eltelt évek alatt már többször is közel volt ahhoz, hogy bérbe vegye, rendbe tegye valamely helyi civil szervezet, a terv mindig meghiúsult. Most újabb reménysugár gyúlt ki a romos ingatlan fölött, a városi könyvtár igazgatója Szőcs Endre nemrégiben ajánlatot tett a polgármesteri hivatalnak és a polgármesternek az épület működtetésére. Szinte magától adódott az ötlet, hisz hallottam, hogy több civil szervezet próbálta kibérelni, és nem sikerült számukra. Én valójában egy ajánlatot tettem, hogy igenis a városi könyvtár ezt szívesen működtetné, és mint több meg is őrizné az eredeti elképzelést, ha nem is teljes mértékben, de legalábbis a tudomány népszerűsítés mértékében. Planetáriumot, csillagvizsgálót és egy kis könyvtárat is álmodott az épületbe az intézményvezető, aki szerint turista csalogatónak se lenne utolsó a megújuló csillagvizsgáló. Elképzelte a planetáriumot, de ugyanakkor a csillagvizsgálás is megmaradna, és miért ne egy szakkönyvtár is berendezkedhetne, de ugyanakkor akár a pince helyiségbe be lehet rendezni egy analóg fotolabort is, ami kuriózumnak számítana. A terv jelenleg még álomszinten van, ugyan a városi könyvtár vezetősége jelezte szándékát a polgármesteri hivatalnak, a döntést az ügyben az önkormányzatnak kell meghoznia. Kezdetén van a folyamat, én úgy érzem, hogy jó helyen mondtam el, úgy érzem, hogy van rá, mondjuk úgy, hogy affinitás, hogy elfogadják ezt a javaslatomat, és hiszem azt, hogy az önkormányzat megtalálja módját annak, hogy a városi könyvtár ezt tudja működtetni. A csak falakat tartalmazó épületet először infrastruktúrával kell ellátni, vizet, villanyt kell bevezetni, a kanalizálást kell megoldani, majd a környezetét is rendeznék, parkolót alakítanának ki, illetve a tervek között szerepel egy nagy napóra kialakítása is a telken, mely újabb érdekességként szolgálhatna, ahogyan a különböző meteorológiai mérőműszerek, melyeket ugyancsak a telken helyeznének el. A költségek zömét pályázati úton rendezni az igazgató. Ezek voltak híreink a hét utolsó munkanapján, hamarosan kezdődik az aktuális magazin. Hétvégén hírösszefoglalóval, hétfőn friss hírekkel várjuk Önöket. Szép estét, viszontlátásra!